Szeretettel köszöntök mindenkit. Tőke Hajnalka vagyok, a Nemzeti Akkreditáló Hatóság akkreditálási referense, irányítási rendszer tanúsító osztályon, illetve személytanúsító osztályon, illetve így mellékesen odaírtam, hogy minőségirányítási vezető is én vagyok a NAK-nál, én már több mint egy éve. A témánk ugye a tegnap, ma, holnap, változni és változtatni. Négy fő témáról szeretnék ma beszélni. A NAK megújulásáról, ugye egy kis történelmi visszatekintés az elmúlt pár évre. A második téma az ISO 9001-14000, röviden ugye MIR-KIR átállásokról fogok egy kis információt, szösszenetet adni. Az e-akkreditálásról, ami közelít felénk, és az új nemzetközi követelmények, újdonságokról fogok beszámolni. 2016, ugye a Nemzeti Akkreditáló Hatóságnak az átalakulási éve volt, ugye régebben, ugye még akik régebben a szakmában dolgoznak, tudják, hogy ez NAT-ként működött. Hát egy elég híres, hírhedt szervezet volt már akkor is, aztán 2016. január 1-től hatóság lett a szervezetünk, ami nyilván sok mindent hozott magával, tehát állami alárendeltségként, kormánytisztviselőként funkcionálnak az ott dolgozó kollégák, úgy jó magam is. A nemzeti akkreditálás átalakult, és megszereztük az EA-MLA aláírói státuszt, amiről későbbiekben fogok még beszélni, és megtörténtek a folyamatok konszolidációi is. Fontos megjegyezni, és kiemelném, többször is vissza fogok erre még térni, hogy a NAK MLA aláíróként a nemzetközi szervezetekben, a tagságnak következtében 127 országgal egyenértékű aláíró, ami azt jelenti, hogy ha Magyarországon valaki akkreditált tanúsító szervezet, és a NAK akkreditálja, akkor az egyenértékű bármelyik másik nemzetközi terepen dolgozó akkreditált szervezet által kiadott akkreditálási okirattal. Tehát elfogadott a magyar megfelelőség értékelés. Mi nagyon komolyan azon dolgozunk, hogy a nemzetközi szintéren, a nemzetközi terepen aktívan, hatékonyan a főigazgató úrral, a főigazgató helyettes úrral, szakmai gárdával közösen, rengeteg konferencián, képzésen, különböző EA, ugye ez a European Accreditation és az IAF fórumokon részt veszünk annak érdekében, hogy ez mögött tényleg a tudományos tartalom és minőségbiztosítási keretek között meglegyen. Ugye 2017, itt már megtörténtek a fix dolgokat, bevéstük, MLA aláírók lettünk, örültünk, és hát a folyamatainkat elkezdtük rendbe pakolni, és hát a 2017-es évnek a szlogenje az a szolgáltató hatóság éve lett. Itt látunk 7 darab K-t, és abból lett egy 8. Ugye az első a kompetencia, ugye ezt nem kell magyarázni, hogy miért, kommunikáció. Előző évek tapasztalata alapján úgy gondoltuk, hogy nagyon-nagyon sokat kell abba fektetni. Hiába hatóság vagyunk, mi egy szolgáltató hatóság szeretnénk lenni, aki bizony kommunikál a partnerekkel, ügyfelekkel. Tehát ez nem egy egyirányú hatóság, aki csak mindig megmondja, hogy nektek ezt, meg ezt, meg ezt kell csinálni. Persze valamilyen szinten ez a feladatunk, de úgy gondoljuk, hogy a kommunikációval elősegítjük ezt a féle attitűdöt. A követelményrendszer, hát nyilván itt, hogy minek kell megfelelni. Ezzel tisztában kell lenni nem csak ugye a hatóságnak, ezzel a partnereknek, és a partnereknek a partnereinek is tisztában kell lenni, hogy milyen követelményeknek kell megfelelni. Képzés. Nyilván egy ilyen turbulensen változó piaci környezetben, ahol most jelenleg a minőségirányítás, a tanúsítók állnak, tehát annyi minden változik, különböző szabványok jönnek, mennek, összevonnak, kötelező követelményeket szűnnek meg, azt is összevonják, aztán utána másik nevet adnak neki, hogy ezt képezni, ezt bizony le kell követni. Tehát itt már nem arról beszélünk, hogy évente egy képzést tartunk, hanem ez egy folyamatos képzési metódus nálunk. Akkor a kiértékelés, az, hogy mit tettünk, tehát egy önértékelési folyamat, kiértékeljük, hogy mit csinálunk, hogyan csináljuk, mit szeretnénk elérni. Illetve kooperáció, ugye együttműködés és a konstruktivitás. Én úgy gondolom, hogy a 2016-os év óta azért a Nemzeti Akkreditáló Hatóság a konstruktivitás tekintetében már nagyon sok előrelépést tett az előzőekhez képest, és akkor így dolgozunk azon, hogy egy kiválóságközpont legyünk. Ugye 2018 ez az év, hát itt már nagyon a végén járunk, itt már majdnem kopogtat a télapó, meg az egyéb ilyen adventi készülődések még nem indultak el, de már mindenki érzi, hogy a boltokban már itt jönnek a díszek, meg minden. A stabil és megbízható hatóság. Tehát az, amit lefolytattunk 2016-ba, 2017-be, azt most folytatjuk,
és a múltunkból szeretnénk tanulni, következtetéseket levonni, újabb és egyre összetettebb elvárásoknak kell megfelelni. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag nem múlik el úgy most már mondhatom hónap, túlzás nélkül, hogy ne történne valamilyen változás a tanúsítás területén. Mi, mint Nemzeti Akkreditáló Hatóság, mint MLA státuszú European Accreditation és IAF tagok is egyben, mindenről első kézből értesülünk. Tehát nyilván, hogyha bármi történik a nemzetközi porondon, azt a hatóság megemlítés, itt akkor szeretném kiemelni, első nem a reklámhelye, de mondom, hogy a www.nak.gov.hu honlapon mindenki szépen le tudja követni, ott a hírekben is, illetve az egyéb felfutó felületeken, szakmai oldalon meg tudja nézni, hogy mik azok az újdonságok, hírek. A tanúsítóknak, irányítási rendszer tanúsítóknak külön oldal van, és az ágazati referencia a szabványoktól kezdve minden olyan dokumentumot megtalálhatnak. Igyekszünk szolgáltatni ebben is, hogy segíteni a tanúsítókat, illetve a tanúsítóknak a partnereit abban, hogy ezeket az információkat tényleg szolgáltatjuk, és nem össze kell keresni a nemzetközi honlapokon, hanem rendelkezésre áll egy magyar honlapon. Nyilván itt azért már meg kell jegyeznem, hogy nagyon sok minden angolul van, ahogy a nemzetközi piacon, és a minőségirányítás nyelve az angol. Ettől nem tekinthetünk el. Bizonyítva az akkreditáció fontosságát, ugye a bizalom, a megbízhatóság és a minőség együttesében kívánjuk meghatározni, megoldani, és itt megjegyezni, hogy új területeken is dolgozunk. Én pont azon az osztályon, illetve főosztályon vagyok, ami a úgynevezett innováción dolgozik. Az én szakmámhoz kapcsolódik konkrétan, ugye a GDPR az egyik, a kiberbiztonság, orvosi vizsgáló laboratóriumok, gépjárművek műszaki vizsgálóállomásai, és például a PERC, ugye ez az erdőtanúsítás, a tartamos erdőgazdálkodásnak a tanúsítása. Ebben is mutatva azt, hogy ami a partnereinknek az igénye, ami a tanúsítóknak felé jön már, mint igény, és begyűrűzik hozzánk, mi azt ki szeretnénk mindenképpen szolgálni. Nyilván abba az irányba mennek nálunk az innovatív fejlesztések, ami a piacról, a partnerektől bejön információ. Ami információt nem kapunk meg, kézenfekvő arra nem fogunk tudni reagálni, de tényleg a hatóság azon dolgozik, hogy ezeket ki tudjuk ezeket az igényeket szolgálni. És akkor itt elérkeztünk a 2019-hez, e-akkreditáció. Nem tudom, hogy itt a jelenlévők közül hányan hallották már, akik velem dolgoznak biztos, hogy sokszor. Ez egy nagyon nagy kihívás lesz nekünk. Külön fogok majd erről még pár szlájdot mondani, de előtte még a második témára átcsapnék. Itt rövidítem a szaknyelvet használom, ha nem zavarja önöket. Mérés kirátállásokkal kapcsolatban egy pár visszajelzés. Ugye a NAK akkreditált szervezetek, és itt akkor vannak gyönyörű szép számok, 2016-17, hát a 18-ról még nem tudok mondani semmit, mert mondom, még van belőle egy ilyen szűk két hónap, de lesz majd akkor jövőre ilyen számunk is. Azért itt látszik, hogy 12.31-én 661 szervezet, ez mindenki maga ítélje meg, hogy sok vagy kevés, de ebből vizsgálólabor 400, de ami minket érdekel, irányítási rendszertanúsítók 60. 60 státusz. Ez nem azt jelenti, hogy 60 darab szervezet, azt jelenti, hogy 60 darab státusz. És akkor látszik itt levezetve, hogy az irányítási rendszer az össz 60 miből áll össze. Ugyanis ugye vannak olyanok, akik olyan szerencsések, hogy vannak rá kompetens szakemberei, van olyan cég, akiket tud tanúsítani, tehát nem csak egy területen van státuszok, mondjuk MIR-be, hanem ott vannak ugye a rövidítések, MIR, MES, MEBIR, KIR, IBIR, KIR, EBIR, ezek most a jelenlegiek. Remélem, hogy a rövidítések mindenkinek egyértelműek, a honlapon is így szerepelnek egyébként fönn, de a részletes szövegezésben mindig ki van írva, hogy melyik, hogyha esetleg valakinek valamelyik nem ismerős. Azóta a számok egy kicsit változtak, van, ahol több lett, van, ahol kevesebb, de nagyjából azért látszik, hogy itt a MIR és KIR azért viszi a prímet. És akkor az átállás, ami szerintem mindenkit izgat, hogy nekünk jött több ilyen megkeresése a hatóság felé, hogy állunk az átállással, mármint hogy mik az eredmények, mert hogy nyilván azt a tanúsítók érezték, hogy ők hogy állnak, de úgy összességében. Ez egy 6.30-ai állás, és látszik ott bal oldalon az első oszlop, 1238 darab, még úgy mondanám régi előző szabványú mérrel rendelkeztek,
illetve Kirrel pedig 339-el, és ez változott azért, hogy az újra már 2292, illetve 783 szervezet állt át. És itt jön az, ami 9.15-e, egy elég friss adat. Ugye azért 9.15-öt írtam oda, mert az volt az utolsó nap. Az volt a vonal, hogy eddig álltátok, aki nem, az bukta. És akkor nyilván számot vetettek a cégek, akik tanúsítva voltak, hogy nekik kell, vagy nem kell még a MIR, vagy a KÉR. Tehát a klasszikus MIR-be 594 van jelen tudomásunk szerint, és már ez nem is lehet több, ami gyakorlatilag érvénytelenítve lett, illetve 142 a KÉR-be. Látszik, hogy azért még a júniushoz képest 3106, tehát nagyon-nagyon-nagyon úgy gondolom, hogy le voltak terhelve a MIR-KÉR átállás kapcsán a tanúsítóink, az auditorok, mindenki. Gyakorlatilag szerintem itt az év végére tényleg a karácsonyfalán mindenki bedől, mert ez egy akkora nagy munka volt, ugyanis a 3 év az körülbelül úgy oszlott el az én benyomásom szerint, de majd Mirtilék megmondják a nap folyamán, hogyha nem így történt, lesz még erről külön téma, hogy sokan rávártak. Amit azért nem értek én, mint az akkreditálást képviselő személy, mert hogy ez akkor is eljön, ha rávárok, meg akkor is, ha nem. Jó, tudom, még az első évben még tapasztalok, hogy sikerül, mint sikerül. Istenem, a másiknak sikerült, ennek nem sikerült, de ettől függetlenül azért a második évtől már nagyon-nagyon leterheltek az auditorok is, és azzal is számolni kell, hogy volt olyan cég, aki szeptember 15-én állt, lett meg az új. És ez hatalmas munka volt a tanúsítóknak, és úgyhogy innen is elismerés nekik. Viszont ez a statisztika azért is készült, nem csak azért, mert én meg mindenki más esetleg kíváncsi, hanem azért, mert az IAF egy nemzetközi felmérésben gyakorlatilag tavalyi év közepétől folyamatosan követte azt, hogy hányan állnak át, hányan gondolkodnak abból, hogy visszaadják, azért, hogy felmérjék, hogy egy ilyen nagyon népszerű tanúsítás, mint a MIR vagy a KÉR, hány bizniszt vesz el egy ilyen átállás. Tehát hány darab szervezet gondolja úgy, hogy ő már egyáltalán nem akarja ezt tovább csinálni, nincs rá szüksége valamiért, vagy mást szeretne, vagy specializálódni szeretne másik tanúsítvány felé. Tehát ezt ilyenkor, amikor meg kell gondolniuk, hogy nem lehet két évente új szabványokat mondjuk MIR-be-KÉR-be piacra dobálni, mert gyakorlatilag nem fogják tudni a szervezetek lekövetni. És én ezt teljesen reálisnak gondolom. Itt azért a stabilitás biztos, hogy figyelni fogja az ISO, hogy hány év után kell majd esetleg újat kiadni. Na most a jó hír az, nem akarok senkit elkeseríteni, hogy azért ez az új, két új, a 9001-es meg a 14001-es már összhangban jött ki az akkreditálási szabványokkal is, ugye a level 1, level 3, level 4 egyéb szintű szabványokkal. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy egy picit így fel lehet sóhajtani, hogy annyira sok átdolgozni valót lehet, hogy egy pár éven belül nem találnak, de később biztos, hogy fognak, mert nyilván a világ fejlődik. Na most hoztam egy pár mondatot a rendmegfelelőségekről, és ez konkrétan, amit mi az akkreditáló hatóság, a helyszíni szemle, ugye mi nem auditnak hívjuk, mert hatóság vagyunk szemlének, de egyébként nagyjából teljesen ugyanaz a folyamat, amit mi találunk most jelenleg, az a vártatlanság kezelése, amivel mi jelenleg találkozunk, a kockázatok, de a kockázatok úgy globálisan, tehát a nem csak az ötös szintű szabványoknál, hanem a négyes, hármasnál is, hogy a kockázatoknak a kezelése. Ugye a vezetőségi átvizsgálás bemenő adatai, folyamat kockázatok azonosítására, elemzésére, kezelésére, ez minden szervezetnek maga kell kezelni. Se a hatóság, se a tanúsító nem fogja azt megmondani, hogy kinek mit kell csinálni. Úgy csinálja, hogy ahogy neki jó. És ez egy folyamatos folyamat, amit fejleszteni kell. Tehát ez nem egy stabil, beállt dolog, hogy akkor csak ezt az Excel, csak így csinálom, hanem bizony nyitott elmével, nyitott szemekkel kell fejleszteni ezt a mátrixot. Vannak egyébként területek, itt a pozitív dolgokat is kiemelem, amik nagyon élen járnak ebbe. Tehát vannak olyan területek. Ugye az érdekelt felek bevonása a kockázatértékelésbe, ez nagyon fontos, illetve kompetencia kritériumok, azok igazolása és a tanúsítottságra való hivatkozás szabályozása. Ezekre nagyon oda kell figyelni. Itt szeretném felhívni a figyelmet a TEDSearch adatbázis, elég nehéz kimondani, ami már a NAH honlapján is hírként szerepel, és ez egy globális IAF adatbázis,
célja az, hogy megbízható forrástárhelye legyen, és forrás biztosítson a világ különböző részein kiadott akkreditált tanúsítmányok validálásához. Tehát szeretnének egy nagy adatbázis létrehozni, így Magyarország is becsatlakozhat ebbe. 2017-ben döntöttek arról, októberben, hogy ezt megszavazták, hogy ezt létrehozzák, és a neve az pedig IAF CERT Search lett, és a iafcertsearch.org doménen keresztül lesz elérhető. És nyilván ezt támogatják ugye a kormányzatok, az ágazati szakemberek, illetve a hálózat, az akkreditálási hálózat minden szintjéről. Ez nem kis munka lesz azért, de meg kell jegyezni, hogy ez egy önkéntes adatbázis, tehát senkit nem fog se a hatóság, se más kényszeríteni, hogy ez beszerepeljen. És az információk ugye itt a napon-napján elérhetőek. Fontos tudni, hogy ez a CERT Search gyakorlatilag le fogja tudni követni, hogy az a tanúsítvány melyik országban, milyen területen, milyen időintervallumra lett kiadva, melyik tanúsító szervezet által. Gyakorlatilag rá tudok keresni egy németre, egy angolra, de ők is ránk, ami fenn van. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon jó apropója lehet annak, hogy valaki a céget, hogyha nemzetközi piacon szeretné, hogy észrevegyék. Az e-akkreditálás, egy pár mondatot itt a 2019-nél már ott sárga-pirossal megjelent. 2017 márciusában született egy kormányhatározat, hogy 1,23 milliárd forintot áldoznak, különítenek el, vagy szállnak erre a célra, hogy egy úgynevezett KÖFOP-VECOP akkreditálási szakrendszer dolgozzunk ki. Jelenleg a hatóság szakemberei is gőzerővel dolgoznak ezen. A projekt sikerkritériumai, amelyeket nekünk vállalni kellett, különböző sikerkritériumok vannak. Ugye vannak szakmai mutatók, ugye ez a tanúsítók felé ez azonnal megjelenik, tehát ez nekünk ilyen heti szintű kommunikációban. A jó állammutatók, amit mi berkeken belül a hatóságon belül JÁM mutatóknak hívunk, illetve elközigazgatási mutatók, amik még fontosak. Na most, amit kiemelnék, nem sokat fogok erről, de ügyintézési határidő csökkentése. Most a bázisérték az 2016-os adatot vett alapul, 136 nap, ez most jelenleg 102 napra van célértékre kitűzve. Na most azért az, aki egy olyan akkreditálást, ami több terület együttes akkreditálását jelenti, mondjuk csak egy egyszerűség kedvéért egy NIRKIR MEBIR-t, a 100 nap alatt leszervezni minden witness-t, meg a helyszíni szemlének azt a 3-4-5 napját, és a dokumentáció értékelésről még nem beszéltem, ami az elején minimum 30 nap, tehát itt azért nagyon szűk az a mezsgy, amin mozoghatunk. De az elektronikus ügyintézéssel ez jóval olajozottabban fog reményeink szerint működni. Ugye nőni fog valamennyivel az eljárásainknak a száma reményeink szerint, úgy tervezzük. Viszont ami nagyon csökkenni fog, ugye ez az, hogy a papír alapú dokumentumok csökkennek. Én úgy gondolom, hogy ezt minden akkreditált tanúsító szervezet nagyon nagy örömmel vesz, hogy most már mi nem nagyon szeretjük, ami 3-4 évvel még ezelőtt úgy volt, hogy ilyen irathalmokon keresztül közlekedtünk az épületbe. Ez már most felejtős, mert gyakorlatilag az elektronikus ügyintézés e-mail meg egyéb verziói már működnek. Ez az e-szakrendszer teljesen más lesz, ez egy teljesen önálló felület lesz, ami gyakorlatilag minden egyes adatot tartalmaz, és a szakrendszeren belül a különböző partnerek fognak tudni ugyanúgy dolgozni, följelentkezni az ügyfélkapun keresztül, mert hogy ez még egy kötelezettségünk, hogy ügyfélkapunk keresztül, illetve cégkapunk keresztül tudnak majd a cégek is velünk kommunikálni. Ami ott, nem tudom, éjfél, 0 óra, 2 perckor megtörténik, az nekünk már azonnal landol, tehát nem lesz ilyen postára várás, ilyen jelen helyzetben 2-3 hét körülbelül még megkapunk valamit. Úgyhogy a felhasználói, itt látszik is, már erről lementem egy kicsit, hogy a NAK belső munkatársak, akkor a szakértők, minősítők, ez egy körülbelül 300 fős létszámú szakembertől áll föl, illetve a szervezetek és a természetes személyek, akikkel együtt dolgozunk az akkreditáció okán. És akkor az utolsó témám, új szabványok áttérési határidővel. Hát itt elég sűrűre sikeredett nekem ez a slide, elnézést érte, pedig nagyon sok fontos információ van rajta. Na most, amiről már beszéltem, hogy a MIRKIR szabvány áttérés, ez a hajtós időszak, ez lezárult,
de vannak még azért másmilyen átállásaink is. Ugye a tanúsítóknál ez az ISO 17021 kötőjel 2 2016, 2018, 11.30. Akinek addig nem lesz meg ez a, én úgy hívom, hogy kötőjel kettes átállás, mert gyakorlatilag annyi van, hogy mire kimondjuk végig, eltelik a 20 perc, amit kaptam. Gyakorlatilag 11.30-ig meg kell történnie minden tanúsító szervezetnek erre való átállásnak. Akkor a következő ugye az a MIR, itt azért 2019-3-31. Jellemzően egyébként ezekre az átállásokra, ezekre a műszaki követelmény szabványátállásokra, ugye ez mind a kettő TS szabványból lett, két évet adnak, úgyhogy azért a két évnek is elégnek kell lennie. Ezek az átállások történhetnek ugye újraakkreditálásnál, felügyeletnél, de amennyiben nem fér vele az időbe, akkor rendkívüli felügyeletet is lehet erre elrendelni. Aki nem áll át, annak a státusza vissza lesz vonva. Illetve akkor a legelső, ugye, hogy az IR tanúsítókkal kapcsolatban az ISO 17021 kötőjel 2016-ra átállás, ez pipa megtörtént. Tehát minden egyes akkreditált tanúsító szervezet átállt. És ott a legalsót emelném még ki, hogy itt most megint történt egy kis változás, hogy az ISO IRC TS 17021 kötőjel 10 2018 harmadik hóba adták ki, és 2020 harmadik hóig kell vele az átállást bizonyítani. És az IR kötelező érvényű dokumentumok, amiről még szeretnék egy pár mondatot szólni. Igazából ez a NAH honlapján az ágazati szabványok referencia a táblázatába, illetve, hogyha irányítási rendszer tanúsítók kis bekezdésre főre rááll az ember, akkor felhozza a kötelező dokumentumok között, tehát nálunk többféleképpen el lehet érni, de ha a keresőbe beírja valaki, hogy IAF MD, elmondom, ugye ez az IAF a Nemzetközi Akkreditálási Fórum, és az MD, hogyha valaki nem tudná, ez a Mandatory Document, ugye a kötelező érvényű előíró dokumentumok, ami, hát most ez nem egy vis, hogy szeretném használni, vagy akarom, nem akarom, ez egy busz, németesen mondva, ugye kötelező. Én úgy gondolom, azért a tanúsítók ezzel képbe vannak, de nem biztos, hogy csak a tanúsítóknak jó, hogyha tudják, jó, hogyha a tanúsított szervezetek képviselői is tudják, hogy azért ezeknek meg kell felelni. És akkor itt látszódnak a különböző, ugye angolul meghagytam az eredeti címeket, a különböző átállások, mennyire változékony, ezt szeretném kiemelni, mennyi újdonság, mennyire turbulens ez a dolog, 2018. január. Azonnal alkalmazni kell MD1-et. 2018. július 4, 2019-től kell, kapunk rá egy évet, de ez is nagyon új. IAF MD8, ugye ez a 13485-öt érinti, 2017, adtak rá egy évet, 2018. június 9-én lépett életbe. IAF MD9, megint a 13485-öt érinti, itt is június 9, 2018, és azonnal életbe lépett, tehát vannak olyan kötelező előíró dokumentumok, amikre nem kapunk egy évet, két évet, hanem azonnal lépni kell. És akkor itt jön egy kis csavar a dologba, IAF MD21, ugye a MEBIR a legújabb úgymond szabvány, amit most itt meg kell említenem, a 45001-es, ugye, ami az OSAS 18001-2007-est, illetve ugye a MS 28001-et fogja váltani. Ez egy nagyon nagy munka volt, hogy ne OSAS legyen a szabvány, már hogy idézőjelben téve ne az legyen, hanem hogy ISO szabványá tették, és ebben benne van az OSAS is, tehát teljes mértékben elfogadja. Tehát az új MEBIR szabványt teljesen elfogadja. Ugye az indító szervezet is, ők azt gondolják, és én meg vagyok róla győződve, hogy ez hosszú távon működni fog, hogy ez bizony ő nekik terjeszteni fogja ezt a MEBIR-t. Tehát a MIR-t, a KIR-t mellé fel fogják csatlakoztatni a MEBIR-t. Ahogy nálunk már Magyarországon sokaknál ez így működik, de én úgy gondolom, hogy nemzetközi szintéren is. És akkor még az IAF MD22, amit megint csak látszik, hogy január 25-én kiadták, és már alkalmazni is kell, illetve a 23, amit majd 2019. május 8-ától, ezek különböző alkalmazási módszerek lesznek. Én azt gondolom, hogy itt az IAF MD20 is mutatja, hogy egy nagyon alaposan ledokumentált rendszerrel rendelkeznek, hogy kinek minek kell megfelelni, a kompetencia kritériummal kiemelném, hogy ez az Accreditation Body-ra vonatkozik.
Jó? És akkor megint egy pár tényleg pillanatban mondanám, hogy az MLA aláírók között nincs elvi különbség. A kölcsönös elfogadás mellett az akkreditáló szervezetek különös hangsúlyt helyeznek arra, hogy a követelmények megkövetelését a gyakorlatban összehangoljuk, ugye ez a One Voice koncept. És akkor mi úgy szeretnénk ezt megoldani, a változásoknak a lekövetését, hogy különböző fórumokon, akrét képviselettel, részvétellel, a változások közös nyomvonal mentén való lekövetésével a hatóság képviseletében. Köszönöm szépen a figyelmet!